Mindenki rengeteget felejt a nyáron, és ez így van rendjén, de most arra gondoltam, hogy kicsit segítek az utóbbi évek tananyagait matekból átismételni nektek, hogy ez a videó akkor szól neked, hogyha most kezded a hetediket. Viszont mielőtt még elkezdjük csinálni, én szeretném nektek ajánlani a mateking.hu általános iskolás anyagát, amit most a nyáron fejlesztettünk nektek. Beírjátok, hogy mateking.hu, megkeresitek az általános iskolát, és ott rengeteg nagyon-nagyon király epizóddal találkozhattok, többek között rengeteg videóval, amit én csináltam. Úgyhogy amit itt a csatornán láttok, azokat sokkal részletesebben és sokkal elegánsabban megtaláljátok ott. De nézzük is meg, hogy igazából hogyan lehet átismételni a dolgokat. Szerintem azért az elég egyértelmű, hogy 5.-6.-ban eléggé sok minden van matekból, úgyhogy én most megpróbálom ezt egy oldalra besűríteni. Nyilván nem minden, de a lehető legfontosabb dolgokat. Először is, amit biztos tudnatok kéne, az ugye a tört műveletek. Hogyan tudunk mindenféle műveletet elvégezni a törtekkel? Nem nehéz dolog, csak könnyű elfelejteni. Épp azért hoztam most ezeket egy videóba. Először is adjunk össze két törtet, aminek különböző a nevezője. Ha különböző nevezőjű törtekről van szó, akkor közös nevezőre kell őket hozni. Tehát én a 4-et is és a 6-ot is valamilyen ugyanolyan számra szeretném átírni. Ez most a 12-es lesz, tehát én mindkettő törtből 12-es nevezőjű törtet csinálok. Ezt hívjuk ugye bővítésnek, a 4-et azt 3-mal bővítettem, mármint hogy 3-mal szoroztam, ezért ezt is 3-mal kell szoroznom, a 6-ot pedig 2-vel szoroztam, ezért ezt is 2-vel kell szoroznom, tehát ez itt 8 lesz, ugye mindkettő törtet bővítettük, és hogyha a nevezők megegyeznek, akkor csak össze kell adnom a számlálókat, tehát 17-12-ed lesz a megoldás, majd itt is bekarikázom ilyen kis sárgával, ugye ő a megoldásunk. Szuper! A következő feladatban egy számmal van megszorozva egy tört, ilyenkor nagyon egyszerű dologról van szó, egyszerűen meg kell szorozni a számlálót ezzel a számmal, tehát itt 6-5-öd lesz a megoldás. Azt gondolom, hogy ezt nem is nagyon kell túlmagyarázni, meg kell egyszerűen jegyezni, hogy így van, és kész. Majd elfelejtitek újra, de hát egy ideig próbáljátok megjegyezni. Következőben egy törtet osztunk egy számmal, itt ugye kettőféleképpen lehet gondolkodni, vagy elosztjuk a számlálót ezzel a számmal, vagy szorozzuk a nevezőt ezzel a számmal, mindkettő megoldás jó. Én most választom az előbbit, tehát hogyha a 6-ot elosztom 2-vel, tehát ezt választom most, akkor 3/7-et kapok, ilyenkor ugye a nevezőhöz nem nyúlok, de hogyha a nevezőt szoroztam volna meg a 2-vel, akkor meg a számlálóhoz nem nyúlok, tehát mindig csak az egyikkel végezzétek a műveletet, kész van a feladatunk. Szuper! Hát ugye most már olyat is tudunk elvileg, hogy nem számmal szorzunk és osztunk, hanem törtel, szorzunk és osztunk. Hát az igazság, hogy ez talán a legkönnyebb a törteknél. Én azt szoktam mondani, hogy szorozni nagyon szeretünk, mert ha törtel, szorzunk, akkor csak annyit kell csinálni, hogy számlálót a számlálóval, a nevezőt a nevezővel szorozzuk, és akkor ebből 6-os lesz, ebből meg 40. Amit még lehetne akár egyszerűsíteni, én ezzel most nem foglalkozok. A lényeg az, hogy tudjuk a módszert, tehát itt 6-40-ed lesz a megoldás. Hogyha törtel osztunk, akkor több lépésben érdemes szerintem megcsinálni. Az első lépés az lesz, hogy az osztást azt kicseréljük szorzásra. Az első törtet az békén hagyjuk, tehát ez itt 2-8-ad marad. És az osztást kicseréljük szorzásra. Majd a második törtnek a reciprokát vesszük. Ugye a reciprok az annyit jelent, hogy meg kell cserélnünk ezt a 7-est meg a 9-est, tehát ez itt 9/7-ed lesz. És innentől kezdve, hogyha belegondoltok, tulajdonképpen egy ugyanolyan feladatról van szó, mint az előző, hiszen két törtet szorzunk, tehát ezt szorozzuk ezzel, ezt pedig ezzel, tehát a törtünk értéke az ugye 18/56-od lesz, kicsit szorzó tábla szükséges hozzá, de nem nehéz, szintén egyszerűsíthető lenne, de most minket ez nem érdekel. Tehát ugye mit csináltunk? Egyrészt a második törtet megcseréltük, számlálat és nevezőt, tehát a reciprokát vettük, és az osztást kicseréltük szorzásra. Mindig ez a kettő lépés van, utána meg csak össze kell szorozni ugye a megfelelő számokat. Szuper! Na hát az a helyzet, hogy nem csak ilyen törtjeink vannak, hanem vannak tizedes törtjeink is. Tizedes törteknél sokféle művelet van, nézzünk most egy kivonást, meg egy szorzást. A kivonás esetén, mint ahogy összeadás esetén is, úgy írjuk le ezeket a tizedes törteket, hogy a tizedes vesszők egymás alá kerüljenek, tehát ugye itt van az egyik, itt van a másik, és akkor
annyit kell csinálnunk csupán, hogy egyenként elkezdjük ezeket kivonni egymásból, de egy nagyon-nagyon-nagyon klasszikus hiba, amit ne kövessetek el, az az, hogy itt ugye, hogyha nincsen semmi, akkor ki kell pótolni egy nullával az egyik tízes törtet, mert így tulajdonképpen az első számnál, tehát itt a legutolsó helyi értéken, én a 10-ből fogom kivonni az egyet, ami 9, marad az 1, mivel kipótoltam a felső nullát. Utána ezt az 1-est, ezt ugye az alsó számhoz hozzáadom, az 3, tehát akkor a 8-ból a 3-at vonom ki, ami 5, akkor ezt eltüntetjük. Utána a 2-es, mivel kisebb, mint a 9, azért ott is a 12-ből kell kivonni a 9-et, ami 3, viszont mivel kipótoltam, marad az 1. Amit én hozzáadok ehhez a 2-eshez itt lent, ismét, ami 3, és akkor 5-ből 3, az 2, és ismét lerakom az ujjamat, 3-ból pedig nem kell kivonni semmit, tehát marad a 3, a 10-es veszőt pedig kirakjuk ide. Tehát most nem férek ki, de itt folytatom, jó, ide csillagozom, hogy ide kéne írni a megoldást, ez 32,359. Szuper. A 10-es törtek szorzása esetén egy kicsit más helyzet, mert ott ugye úgy kell valahogy leírni, hogy először leírjuk a 10-es törtet, és utána a számot, amivel szorozzuk, majd ezt a 10-es törtet ezt aláhúzzuk, és egyenként megyünk szépen a 10-es törtnek a számjegyein, először a 2-essel szorzunk be mindent. 2-ször 6, az 12, leírom a 2-t, marad az 1. 2-ször 8, az 16, meg 1, az 17, leírom a 7-et, marad az 1. 2-ször 4, az 8, meg 1, az 9, és itt igazából én a 2-essel tök jól végigszoroztam mindent, ezeket most le is törlöm. És megyünk tovább a másik számjegyre, a 6-osra. Márpedig, hogyha én a 6-osra tovább megyek, akkor ezzel ugyanúgy végig kell szoroznom mindent, és egyel el kell csúsztatnom a számokat, amiket le fogok írni azért, mert a 2-es után is elcsúsztam egyel, tehát a megoldásaimat is el kell csúsztatnom egyel. Tehát a 6x6, mivel 36, ezért a 6-ot ideírom le, és marad a 3. Aztán jön a 6x8, az 48, meg 3, az 51, tehát leírom az 1-est, marad az 5, és 6x4, az 24, meg 5, az 29, igazából ilyenkor, ha ez utolsó számolás, akkor ezt már leírhatjuk így, ahogy van. És akkor, mivel itt több megoldásunk is van, ezeket össze kell adni, 6-os, 3-as, és megkérdezhetnétek, hogy miért nem pótoltam ki ott egy nullával, ki lehetne persze, összeadásnál nem muszáj kiírni ezeket a nullákat, kivonásnál viszont igen. Jó, tehát ez itt 3, 7 meg 9, az 16, leírom a 6-ot, marad az 1, és akkor 9 meg 2, az 11, meg 1, az 12. Kész vagyunk a számokkal. Hova kerül a 10-es vesző, ugye ez egy jó kérdés. Ilyenkor mindig úgy kell gondolkodni, hogy megnézitek a 10-es törtet, ha itt 2 számjegy van a 10-es vesző után, akkor itt is 2 számjegynek kell lennie a 10-es vesző után, tehát ide kell rakni a 10-es vesszőt, 126,36 lesz a megoldás. Az arányosság az szintén egy egészen korrekt témakör, elég sok helyen előjön, de hogyha csak így elméleti szinten szeretnénk átismételni, akkor az egyenes és a fordított arányosságnak a definícióját érdemes ismerni. Én utálom a definíciókat, inkább beszéljük át azt, hogy hogyan lehet elképzelni, hogy mi micsoda. Az egyenes arányosság az annyit mond ki, hogyha én valamit növelek, akkor ugyanolyan módon növekszik egy másik mennyiség is. Tehát, hogyha én mondjuk azt mondom, hogy mondjuk legyen egy fánk, az 200 forint, akkor hogyha én mondjuk veszek 5 fánkot, akkor mennyi pénzt kell fizetnem? Hát akkor 1000 forintot kell fizetnem, bár valószínűleg már drágább egy fánk, de ez most minket nem zavar. Tehát az a lényeg, hogy ha én szoroztam valamivel az egyiket, akkor ugyanannyival kell szorozni a másikat is. Ennyi igazából az egyenes arányosság. A fordított arányosság viszont azt mondja ki, hogy ha valamit növelek, akkor a másik csökkenni fog. Tehát tulajdonképpen egymással ellentétben fognak a mennyiségek változni. Erre talán egy kicsit nehezebb példát találni, az életünkben is valószínűleg kevesebb fordított arányosság van. De ilyen például az, hogy mondjuk, nem tudom, van egy tábla csokim, és mondjuk ezt
én egyedül eszem meg, mondjuk akkor ideire, hogy egy fő eszi meg, akkor ugye az egy tábla csoki, az egy emberi, tehát ugye az egyhez egy tartozik, viszont hogyha mondjuk én azt mondom, hogy négy fő között szeretném elosztani ezt az egy tábla csokit, akkor egy negyed tábla csoki jut mindenkinek, tehát igazából mindenki a negyedét fogja megenni a csokinak. Hát igazából itt látjuk azt, hogyha én az egyiket növeltem, négyszeresére növeltem, akkor a másikat azt osztanom kell. Hát ide is írhatom akár, jó, hogy te itt osztottunk négyel, itt megszoroztunk négyel. Tehát valamit szorzok, akkor a másikat osztanom kell, míg a fánkoknál valamit szoroztam, akkor a másikat is szoroznom kell. Oké, de például a fordított arányossághoz megemlíthetjük mondjuk azt, hogyha valamilyen távol van mondjuk az iskola, és mondjuk én, hogy is mondjam, mondjuk autóval megyek, vagy biciklivel megyek, vagy gyalog megyek, akkor ugye minél gyorsabban halad egy jármű, annál kevesebb időre van szükségem. Ez is például növelem a sebességet, akkor az idő csökken. Vagy ilyen például, hogyha én nagyobbakat lépek, akkor kevesebb lépés elég, hogy megtegyem ugyanazt a távolságot. Tehát itt igazából a logikáját érdemes ismerni, azt gondolom. A százalék számítás következik igazából az arányosságból. A százalék számítás során minden egyes típusnak az a lényege, hogy az 1%-ot kell megkeresni. Én jó pár ilyen gyakorló feladatot csináltam egyébként a mataking.hu általános iskolás anyagára, tehát hogyha azt ott esetleg megkeresitek, akkor végletekig tudjátok ezeket gyakorolni szebb és kevésbé szebb számokkal is, és egyébként egy profi trükköt is mutatunk nektek. De nézzük meg itt ebben a példában ez hogyan történik. A 130-nak a 25%-a kéne, akkor a 130 lesz a 100%, mindig ami az egész, az a 100%. És hogyha én a 25%-ot akarom kideríteni, az úgy fog történni, hogy először is kiderítem az 1%-át. Az 1%-át azt úgy tudom kideríteni, hogy elosztom 100-zal, mivel a 100%-nak az 1, azaz ugye az 1% az a század része, ide írom, hogy elosztjuk 100-zal, tehát akkor ezt is elosztjuk 100-zal, ami 1,3. És nekem nem 1% kéne, hanem 25, tehát visszaszorzom 25-tel, és akkor ezt is visszaszorzom 25-tel, kicsit puskázok, mert igazából nem akarok most számolni megint tízes törteket. 32,5 lesz, de természetesen ugyanúgy, mint ahogy itt fent a tízes törteknél, ezt is ugyanígy ki tudnánk számolni. Egyébként, hogyha nem pont így szól a feladat, hanem valahogy máshogy, akkor is mindig a kulcsa az, hogy 1%-ra kell lebontogatni, bármennyire nehéz egy feladat, igazából akármit adnak meg, az 1% az mindig kiszámolható ez a célunk, és utána abból az 1%-ból meg már elég könnyen ki lehet találni, hogy mi a kérdés, és azt hogyan kell kiszámolni. Szuper! Hát geometriában már ugye bejöttek a háromszögeknél és a négyszögeknél mindenféle csoportosítások, tehát hogy milyen háromszögek vannak, milyen négyszögek vannak, ezeket most gyorsan átnézegethetjük szerintem. Háromszögeknél van például általános háromszög, amire semmi nem igaz, ilyen random háromszög. Tulajdonképpen ez akárhogy kinézhet, ezzel nem nagyon foglalkozunk, ezt általános háromszögnek hívjuk. Vannak az egyenlő szárú háromszögek, most mivel kevés helyen van, ezért ezeket nem tudom kiírni, de az a lényeg, hogy megpróbálom rajzon gyorsan megmutatni. Ugye az egyenlő szárú háromszög lényege, hogy ez a kettő oldal az egyenlő, ezeket száraknak nevezzük, ezért az egyenlő szárú háromszög. De hogyha még a harmadik oldal is ugyanekkora, akkor azt már szabályos háromszögnek, vagy egyenlő oldalú háromszögnek nevezhetjük. Ilyenkor mind a három ugyanakkora, ő lesz a szabályos háromszög. És hát ami még különlegesebb háromszögnek minősül, az ugye a derékszögű háromszög, ami a derékszögű háromszög, mert van egy derékszög, hát ezt ugye nem is gondoltuk volna, tehát ugye itt láthatjátok, hogy emiatt a szög miatt derékszögű ez a háromszög. Ezek azok a speciális háromszögek, amiknek a tulajdonságait itt 1000 évig lehetne sorolni, de azt gondolom, hogyha ezt akár megrajzoljátok magatoknak, akkor igazából ti is fel tudjátok ismerni az összefüggéseket, hogy az oldali hogyan néznek ki, akkor a szögei hogyan néznek ki, ezeket azért nem annyira nehéz vizsgálgatni, ilyen kis összefoglalót érdemes ismerni. Azt azért tudnotok kell, hogy a jövőben, tehát a következő években a derékszögű háromszöggel fogunk nagyon-nagyon sokat foglalkozni, úgyhogy ne lepődjetek meg, hogyha
annak a tulajdonságai még vissza fognak térni. A négyszögeknél miket ismerünk, ami hát fontos, speciális négyszögek esetén megemlíthetjük a trapézt, ugye ez például egy trapéz, ami azért trapéz, mert ez a kettő oldal ez párhuzamos. Bármilyen négyszöget, aminek van kettő párhuzamos oldala, azt trapéznek hívhatjuk. De hogyha még a másik kettő is párhuzamos, tehát így néz ki, magyarul ezek is párhuzamosak, meg ezek is, akkor ezt parallelogrammának hívjuk. Ugye a paralel az a latin eredetű kifejezés párhuzamosságot jelent, tehát innen lehet talán könnyen megjegyezni. Hogyha még ráadásul ezek az oldalak nem csak, hogy párhuzamosak, hanem még ugyanakkorák is, akkor ezt rombusznak nevezhetjük, tehát ezek itt egymással szemben párhuzamosak, és még ugyanakkorák is, akkor ő a rombusz. Talán egy kicsit kilóg a sorból, de ismernetek kell a papírsárkány alakú cuccot, ami a deltoid. A deltoidról azt tudjuk, hogy itt a szomszédos oldalak lesznek ugyanakkorák, tehát ők ugyanakkorák, ő a deltoid. Van ugye még egy téglalapunk, meg van egy négyzetünk, amik, hát azt gondolom, hogy túl sok magyarázatot már nem igényelnek. Ugye itt a derékszögek, azok mindenhol berajzolhatóak, mindegyikben, tehát itt minden derékszög, és a téglalapnál ugye a szembe lévő oldalak ugyanakkorák, míg a négyzetnél minden oldal ugyanakkora. Hát a négyszögeket azért érdemes ismerni, tehát hogyha valakinek ezek nem igazán vannak, mert akkor nagyon-nagyon ajánlom azt, hogy valamilyen úton, módon ismételgessen, de egyébként nincs azzal gond, hogyha ezt elfelejtettétek, mert bevallom őszintén, hogy szerintem én úgy végeztem el mind a 12 osztályt középiskolában, meg általános iskolában, hogy ezeket nem tudtam, hogy melyik. Na de ilyet nem szabad mondanom, mert ti tanuljátok meg, csak azért mondom, hogy nem katasztrófa ezeket elfelejteni név szerint, de valamilyen úton, módon ezért néha. Főleg, hogy a dolgozat van, akkor ismételjétek át. És akkor ugye mi az a legnehezebb dolog, ami talán bejött még ugye hatodikban? Azok a szöveges feladatok, például ilyen szöveges feladattal már találkozhattatok, hogy gondoltam egy számra, kivontam belőle 3-at, megszoroztam 8-al, hozzáadtam 4-et, így 20-at kaptam, és ki kéne okoskodnunk, hogy melyik számra gondoltunk eredetileg. Ezt ilyenkor ugye úgy tudjuk kiszámolni, hogy gondoltam egy számra, azt megrajzoljuk ilyen kis téglalappal, kivontunk belőle 3-at, lett belőle valami, nem tudjuk, hogy mi az, nem baj. Megszoroztuk 8-al, lett belőle valami, nem tudjuk, hogy mi az, nem baj. Hozzáadtunk 4-et, lett belőle valami, és ezt már legalább tudjuk, hogy 20-at kaptunk. Tehát itt igazából annyit csináltam, hogy amit a feladat szövegében olvastam, azt egyszerűen lerajzoltam. A szöveges feladatokban ez a rajzolás, ez mindenképpen hasznos. És annyit kell csinálnunk, hogy amiket mi felírtunk műveleteket, azokat visszafele ellenkező módon fogjuk elvégezni. Tehát itt plusz 4 volt az utolsó, az visszafelé mínusz 4, tehát akkor 16 lesz itt. Előtte szoroztunk 8-al, tehát akkor itt osztanunk kell 8-al. 16-ban a 8 az 2, és itt mivel mínusz 3 volt, itt plusz 3 lesz, tehát 2 meg a 3 az 5, így mondhatjuk azt, hogy az eredeti szám, amire gondoltunk, az 5-ös. És persze, hogyha nagyon szeretnénk biztosra menni, akkor ezt leellenőrizhetjük, hogyha elvégezzük valami műveleteket, akkor tényleg azt kapjuk el, hogy a végén 20 lesz, hogyha nem, akkor valamit elrontottunk, de remélhetőleg ez itt így van. Esetleg egy kis szöveges válasz is hasznos, de ezekkel én most nem húzom az időt. Tehát egyre csak gyűlnek azok a témakörök, amiket azért már tudnotok kell. Én javaslom azt, hogy tényleg még itt a tanév elején ezeket nézzétek át, és akkor azt gondolom, hogy hetedikben nem lesz problémátok a matekkal. Ha pedig bármikor elakadtok, akkor itt nézzetek körbe a csatornán, vagy nézzetek körbe azokon az oldalakon, amiket említettem. Ezeknek a leírását és elérhetőségét megtaláljátok majd itt a videóban. Én köszönöm a figyelmet, és találkozunk majd egy másik videóban is.